Petraskó Tamás vezetésével a bodrogközi regölősök ősi magyar ritmusaival kezdődött a jubileumi Ima Magyarországért esemény 2016. március 20-án is Verőcén a Kárpát-haza templomnál. Az ima óra ebben az évben is dr. Papp Lajos szívsebész főszervezésében valósult meg. Célja ezúttal is a magyar nemzet megmaradásáért, egységéért és termővé fordulásáért történő közös imádság volt. Azért vagyunk itt, mert 10 évvel ezelőtt az akkor uralkodó rezsim megverte a magyar népet. Akkor az ima erejével a Nádor utcában, majd a Bazilika terén az imádság és az Úristen ereje legyőzte a hatalmat. Minden évben gyümölcsoltó boldogasszony napjához legközelebb eső vasárnapon itt leszünk. Ez egy igazodási pont. Uram, nem magamért imádkozom. Nagy a terhem, a népemet hozom. Már meginognék, mint a nátszál, de erőt önt belém a bizalom. Láncszem vagyok. Velem imádkozik a népem, a magyarok a földön és az égen. A láncot tartják erős angyalok, imádkozik az ország. Hozzád emeli Isten e nép arcát, és színed előtt könyörögve elép, Uram, az egyetértés nagy kegyelmét. Add meg nekünk, add meg nekünk. Legyen az mindennapi kenyerünk. Ámen. A Lósi völgyben szolgálatot teljesített az imádság alatt a történelmi vitézi rend, valamint a Váci lovasok. A színpad felett 72 a történelmi vármegyék feliratával jelölt kettős kereszt szegélyezte a dombot. A közös imaórához a helyszín biztosításáért idén is Betlen Farkast, Verőce volt polgármesterét illette köszönet. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a 10. Ima Magyarországért rendezvényen itt a Kárpát-haza templom tövénél. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom, és nagy-nagy megtiszteltetés, hogy eljöttek, de az imádkozás mellett én mindig azt gondolom, hogy még kettő dolgot mellé kell tegyünk, hisz nagyon fontos, hogy imádkozzunk, de nagyon fontos, hogy áldozatot hozzunk. Önök meghozták a mai napi áldozatot, hogy elzarándokoltak ide, és ezt nagyon köszönöm. És az áldozat mellett soha ne feledkezzünk el a munkáról. Amit meg kell tegyünk, azt minden áldott nap a magunk környezetében meg kell tegyünk. Tehát imádkoznunk kell, áldozatot kell hoznunk, és dolgoznunk kell. Nagyon szép napot kívánok önöknek! Együtt imádkozott a több száz résztvevővel Csuka Tamás, nyugalmazott tábori püspök. Ígéretedből, te szent igédből téged megismertünk, Szent fiad által néked könyörgünk, légy kegyelmes nékünk. Ne hagyd, tekintsd meg ígéretedet, és a te népedet, kik tiszta szívből mostan dicsérik a te szent nevedet. Védj ki immáron e nagy inségből, pokol köteléből, hogy a te szent neved magasztaltassék mi nemzetségünktől. Sok hálát adunk, mint Istenünknek, és mi teremtőnknek, te szent fiadnak, és vigasztaló szent lélek Istennek. Amen. Mackó Mária énekművész idén is egyházi és magyarságdalokkal működött közre a közös imádságban. Angyaloknak, királyné asszonya, anyánk, angyaloknak,
Ezúttal is részt vett az eseményen Molnár V. József néprajz és néplélekkutató, aki az időpont kapcsán virágvasárnap és gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéről beszélt a résztvevőknek. Ebben az esztendőben gyümölcsoltó boldogasszony napja egybeesik nagypéntekkel. Nem véletlen történt az, hogy ezek az ünnepek összesűrűsödtek. Gyümölcsoltó boldogasszony napja a jó befogadásának ideje. A jó befogadására mindig alkalmasak vagyunk, hiszen a Teremtő egyetlen élőisten úgy formált alkotott meg bennünket, hogy erre alkalmasak legyünk. De ez a nap és ennek a holdudvara különösen alkalmassá tesz bennünket a jó befogadására. Az imának annál nagyobb az ereje, minél többen mondják egyszerre, egy időben. Emelte ki az eseményen dr. Papp Lajos professzor. Megmaradtunk, és számosan a Csonkaországból, az elszakított részekből, és a világ minden részéről és részéből együtt imádkoztunk a mai napon. Kik voltak azok, akik távolban is velünk imádkoztak, a csatlakozók anyaország területéről, Balaton-Almádi, Békés Csaba, Budapest több kerülete, Érd, Izsák, Kaposvár, Kékesd, Pécs, Pirisvörösvár, Rácalmás, Szeged, Tatabánya, Téglás, Tököl, Szenna, Felvidéken, Ipoly-Balog, Kelenyén, Széchenyke, Erdélyben, Csíksomjó, Déva, Kolozsvár, Korond, Szárhegy, Délvidéken, Horgos, Magyarkanizsa, Burgellandban, Góborfalván, Németországban, München, Stuttgart, Ulm, Unterführingen, Kanadában, Kitchenerben, Torontóban. És nyilván számosan nem küldték el a csatlakozást, de önöket kérve kérem, hogy jövőre is, aki teheti, jöjjön el. Szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek.